Önök az M-Print Televízió augusztus 8-ai híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. 25 éves holland kapcsolatot ünnepelnek a sátoraljaújhelyek. Viszmajor alapból állítottak helyre több útbeszakadást is Sárospatakon. 13. éve töretlen a Tolcsvai Borfesztivál népszerűsége. Éppen 25 esztendeje indult, kapcsolódott össze két európai város, a hollandiai Franeker és a magyarországi Sátoraljaújhely. A barátság kulturális programokon keresztül indult, majd baráti társaság lett belőle, később testvérvárosi szövetség. A negyed évszázados kapcsolatot ünnepli a Franeker Sátoraljaújhelyi baráti társaság. A jubileumi találkozó címe Átfogni Európát. Az egyhetes program első állomása a Városházán volt. A történelmi Városháza legrégebbi épületrészét, a levéltárat tekinthették meg először a Franekeri delegáció tagjai, akik egyhetes találkozóra érkeztek Sátoraljaújhelyre. Éppen idén 25 éves a Franeker Sátoraljaújhely baráti társaság. A jubileumi évfordulót a szokásos kirándulások és baráti beszélgetések mellett konferenciával egészítették ki. 25 év valóban egy társaság életében úgy gondoljuk, hogy meghatározó. Ilyenkor vissza is kell nézni, és természetesen előre. Ezért van nagy jelentőség ennek a találkozásnak most. Gerej Zenka és Gatona Rezső voltak akkor a két város polgármesterei, amikor a testvérvárosi szerződés köttetett. Az élő kulturális, később gazdasági kapcsolatot most is fontosnak tartja Sátoraljaújhely. Ezzel a holland-magyar diplomáciai kapcsolatokhoz is hozzájárul mindkét település, fogalmazott Sátoraljaújhely polgármestere. Ennek a fontossága azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy ne csak a településen élők, hanem a település vezetése is egy jó kapcsolatot alakítson ki, mert hogy ennek számtalan eredménye is lehet, akár gazdasági, akár társadalmi, akár kulturális. Erre most adódik lehetőség, hiszen a hét második felében Franekerváros polgármestere, felesége és gyermeke szintén vendége lesz Sátoraljaújhelynek. Természetesen két alkalommal is találkozhatunk, és tudunk beszélni arról, hogy hogyan képzelhetjük el az együttműködést. Hátkám Zibold és Katona Rezső voltak akkor 1991-ben a két város polgármesterei, amikor a testvérvárosi szerződés köttetett. Az élő kulturális, később gazdasági kapcsolatot most is fontosnak tartja Sátoraljaújhely. Ezzel a holland-magyar diplomáciai kapcsolatokhoz is hozzájárul mindkét település, fogalmazott a sátoraljaújhelyi polgármester. 25 év hosszú idő, nagyon sok változást láttunk ez idő alatt, változtak a boltok kínálata, és megtapasztaltuk a fejlődést is. Az egyhetes találkozóra Franeker város új polgármestere is ellátogat, és tiszteletét teszi Sátoraljaújhelyben Hollandia magyarországi nagykövete is. A hét zárásaként pénteken délután egy az Európai Unió mellett szóló konferenciát is szerveznek a tagok. Három helyen is beszakadt az út az elmúlt hetekben Sárospatakon a belvárosban. Ezeket Viszmajor keretből állította helyre a város önkormányzata. Elsősorban az esőzés és az előregedett szennyvízhálózat okozta a gondot, mondta híradónknak Arus János polgármester. Hozzátette, hogy valamennyi helyszínen megtörtént, vagy folyamatban van a helyreállítás, így a gyalogos és autós forgalomnak vissza is adták ezeket a szakaszokat. Az elmúlt hetekben Sárospatak belvárosában is több helyütt hatalmas lyukak tátongtak az autóutakon. A sok eső és az előregedett szennyvízhálózat együttesen lett a probléma forrása, mondta híradónknak Arus János polgármester. Ezeknek a helyreállítása a napokban megtörtént, illetve folyamatban van, tette hozzá. Az utóbbi időben háromszor is a Viszmajor pályázathoz kellett fordulni a Sárospatak város önkormányzatának, hiszen részben az időjárás miatt, más részben pedig a elhasznált szennyvíz, ivóvíz vezeték, vagy éppen a több tíz éve felújítási munkák elhalasztása miatt, az utakban történt károk miatt Sárospatak önkormányzatának nem volt lehetősége 100%-osan önerőből ezeket finanszírozni. Ezek a károk összességében a három esetben megközelítik az 50 millió forintot. Az érintett útszakasz elsősorban az autósok elől volt lezárva. Nekik más alternatívát kellett keresniük az úti cél eléréséhez.
a Tököli utcára megnyertük a pályázatot, megtörtént a beszakadásnak a tömedékelése és a helyreállítás. Most a Bartók Béla úton volt a sor, hiszen itt is több 10 méter hosszúságban kellett fölbuntanunk az útburkolatot, hogy meg tudjuk szüntetni a beszakadás okozta kialakult helyzetet. Most eljutottunk addig a fázisig, hogy a kivitelezés után megtörtént a helyreállítás, megtörtént a betonozása, és a napokban pedig az aszfaltrétegnek a kijavítása is meg fog történni. Hasonlóan fogunk eljárni hamarosan a Comenius utcával kapcsolatban is, és csak bízunk benne, hogy nem lesz a közeljövőben több ilyen Viszmajor esetünk. Megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a türelmet elsősorban az öt lakóknak, és ezeket az utakat használó sárospataki lakosoknak, hiszen most már több hete volt fölbontott állapotban ez az út. Remélhetőleg most már a kivitelezővel történt egyeztetés után, valamennyi útburkolat helyreállítása után teljes mértékben vissza tudjuk adni a lakosoknak, az utat használóknak, mind a három utat. A kezdeti csendes beszélgetős rendezvényből már a több ezres tömegű, nagy koncertekkel színesített rendezvény lett a Tolcsvai Borfesztivál, amelyet immár 13. alkalommal rendeztek meg. A cél továbbra is az, hogy a helyi borokat és a község kulturális valamint épített örökségét megismertessék a fesztivál közönségével. A Tolcsva Erdőhorváti Hegyközség borversenyének díjátadójával kezdetét vette múlt pénteken a 13. Tolcsvai Borfesztivál. A hegyaljai község célja továbbra is a tokai borok népszerűsítése, hangzott el a megnyitón. A verseny tisztaságáért a szakértő zsűri felelt, a borok minőségét pedig számos ellenőrzés garantálja a fogyasztók számára, mondta a megyei kormány hivatal főosztályvezetője. Tokaj hegyőr tekintetében a szőlészek, borászok nagyon tisztességes módon végzik a munkájukat, minőségi bortermelést végeznek, tehát a fogyasztók igényeit maximálisan kielégítik. Ez a Tolcsvai borverseny is nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet ebből a csodálatos gyümölcsből, a szőlőből egy olyan terméket, egy hegyaljai bort előállítani, ami tényleg egy minőségi élelmiszer. A jó bornak is kell a cégér, között a megyei főjegyző, hozzátéve, hogy a hegyaljai borok általános ismertségéhez nagyban hozzájárulnak a fesztiválok különböző programok. Nem csak Tolcsva, hanem minden olyan település, amelyik a saját borának, a pincészeteinek, a borászainak, a pincéknek a reklámját ugye a fesztiváljaival megteremti, mindenképpen egy jó ügyet szolgál. Tágabb értelemben Tokaj hegyaljának a hírnevét növeli a világban, és minden ilyen fesztivál alkalmas erre a rendezvényre. De a tokaji, ugye, vagy a tolcsvai, az most már a 13. ebben a sorban, tehát ő most már joggal mondható, hogy már történelmi léptéket képvisel. Mint minden boros rendezvényen, Tolcsván is kóstoló tömböket lehetett váltani, amellyel a falu különböző pontjai lehetett helyi borokat kóstolni, a nevezetességeket megismerni. Az idén 25 helyszínen, 25 kóstolóhelyen kóstolhatják a kitűnőbb tolcsvai borokat. Természetesen gasztronómiai kínálat lesz, és természetesen most is be lehet járni az egész települést. A fesztiválnak a központja szokás szerint a Szirmai Valbotkastély parkjába lesz, de a pincesoron, a világörökségi pincesoron is vannak nyitott pincék, de a kopaszkai pincesorra is el lehet látogatni. A háromnapos borfesztiválon nem csak a környező településekről fogadtak vendégeket, egyre több a fővárosi és a dunántúli térségekből érkezők száma, valamint szlovák és lengyel turisták is szép számmal érkeztek a hegyaljai falu fesztiváljára. Százholdas pagonnyá változott a Kazinci kert a hétvégére, anyanyelvi kalandozásra hívta a gyerekeket a Magyar Nyelv Múzeuma. A játékos akadálypályán ügyességi és nyelvi feladatokat kellett megoldani a gyerekeknek, miközben az adott mese szereplőivel ismerkedhettek meg. Az idén, mivel karinti kiállítás van a múzeumban, a Mici Mackó történetét dolgozták fel. Találkoztunk Mici Mackóval, Fülessel, Malackával, Nyuszival, Tigrissel,
Bagollyal. A Mici Mackó történetének összes szereplőjével találkozhattak a gyerekek a hétvégén Széphalomban. A Magyar Nyelv Múzeumának kertje nem először változott mesevilágá, most éppen a 100 oldas pagonyban érezhették magukat a lurkók, de volt már tengeri kikötő a Ruminiból, vagy Csukás István mesevilága is az egykori Kazinci udvar. Igyekszünk mindig megismertetni őket ezekkel a történetekkel. Nyilván ezzel mindenki találkozott már, de például a tavalyi éven a Rumininek így csináltunk kedvet, hogy itt belepillantottak, és utána esetleg a kezébe veszi és elolvassa. Most gondoljuk, hogy hát ha az eredeti Milne-művet is elolvassák. Az idén karinti kiállítás látható a múzeumban, ehhez igazítva lett a Varázskert kerettörténete a Mici Mackó. Az 1926-ban megjelent Milne mesét az irodalom történészek szerint nem is karinti, hanem testvére fordította magyarra. Egyes források és állítások szerint karinti aztán stilizálta a szöveget, vagy irodalmi formába öltötte, mindenképpen átnézte, más források szerint pedig bele sem nézett, hanem adták tovább a nyomdába. Az nyilvánvaló, hogy Karinthy Frigyes neve alatt megjelent egy mű, akkor arra ugrott a közönség. Mi Karinthy Emiliát nem ismerte volna senki, de a jelenleg álláspont az, hogy a nővére fordította le. A nyelvi kalandjátékon úgy állították össze a feladatokat, hogy a legkisebbek is élvezzék a pályákat, a Mici Mackót pedig köszönhetően a Walt Disney feldolgozásnak már a legkisebbek is ismerik. Minden este igényli is azt, hogy mesemondás legyen, meseolvasás, úgyhogy Mici Mackót is ismeri. A gyerekek a mesés kalandpálya után megtekinthették Mackó Nagy Zsuzsanna helyi gyűjtő Mackó kiállítását. A 700 darabos gyűjtemény felét láthatták a kicsik és szüleik. 378 tanulóval kezdi meg a 2016-17-es tanévet a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola. Szeged Istváné igazgató elmondta, az osztálynak szeptember 1-én csütörtökön lesz a tanévnyitó ünnepség, majd még azon a napon, illetve pénteken is már lesz tanóra. Szeptember 1-e ebben az évben csütörtöki napra esik, így az iskolások is már azt a napot, illetve a pénteket is az iskolában töltik majd. Ez a két nap azonban arra lesz jó, hogy visszaszokjanak az iskolai légkörbe, mondta a híradónknak Szegedi Istvánné, a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola igazgatója. Szeptember 1-én most már mondhatom, hogy hagyományosan kezdjük a 2016-17-es tanévet, reggel 8 órakor a tanévnyitó ünnepéllyel, és utána már itt maradnak a gyerekek, és ez a csütörtök pénteki nap igazából elég lesz arra, hogy megkapva a tankönyvet, kicsit asszimilálódva, kicsit visszarázódjanak a iskolai életbe a gyerekek. A hagyományok szerint az első tanítási napon csütörtök reggel 8 órától tartják a tanévnyitót is. A tanulói létszámunk alakulása, ugye 3/8. Osztályunk ballagott az éven, két első osztályt tudtunk indítani, 32 fővel indult a két első osztály, és mégis azt mondtam, hogy nem csökkent a tanulói létszámunk, hiszen a nyári szünetben 18 új tanulók érkezett máshonnan, illetve ideköltözéssel. Ennek nagyon örülünk, így 378 tanulóval tudunk indulni. Az első tanítási napon kapják majd meg a diákok a tankönyveket is. Első 4 év folyamon teljesen ingyenes már mindenkinek a tankönyv, 5-től 8-ig még csak szociális alapon, és a tankönyv árak hát első évfolyamon 9500 forint körül vannak, de van olyan évfolyam, ahol 20.000 forintot is elérik. Az alsós tanulóink a tanítónéniktől kapják meg, a felsős tanulók pedig osztályonként a tankönyvfelelőstől. A tanévnyitó szeptember 1-én lesz, reggel 8 órakor. A nyári felújítás követően új kiállítással várja a látogatókat a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár. Az intézmény galériájában Kis Mária sárospataki festő azon festményei láthatóak, amelyeket korábban még nem mutatott be a nagy közönség előtt. A Tér és színek címet viselő tárlat augusztus 19-éig látogatható. Térségünkben több amatőr művész foglalkozik festészettel, akik számára a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár rendszeresen biztosít bemutatkozási lehetőséget. Közéjük tartozik Kis Mária, sárospataki festő is, aki autodidakta módon sajátította el a művészeti ágat, de rendszeres résztvevője az alkotótáboroknak is. Patakon, Újhelyben
a Hegyköz és Bodrog köztelepülésein már több kiállítása volt. A Városi Könyvtárban most olyan festményeket mutat be, melyeket korábban még nem tárt a nagy közönség elé. 15 éve foglalkozom festészettel, én autodidakta módon tanultam festeni, és az elmúlt 15 év arról szólt, hogy fejlesztettem magam, új technikákat próbáltam ki, ami itt a képeimen szinte meg is látszik, hiszen többféle spaklis, realista, kicsit impressionista, akkor egy picit elvont képek is megjelentek itt a kiállításon. A színek harmóniája az mind tulajdonképpen engem tükröz, milyen ember vagyok, és mit közvetítek az emberek felé. Kis Mária szeretné, ha az emberek megértenék képeit, mint mondja, igyekszik úgy alkotni, hogy már az egészen kicsi gyerekek számára is érthetőek legyenek a festmények, melyek üzenete, hogy az élet nagyon színes és szép, van árnyék és fény oldala. Mindent meg kell élni, mindent fel kell tudni dolgozni az ember életében. Ezek a képek is olyanok, hogy hol sötét színekben megyek, hol világos színekben, az mind a művésznek a lelki világát tükrözi tulajdonképpen, hogy akkor, amikor festi a képet, milyen állapotban van. Kis Mária számára a festészet több, mint hobbi. Ahogy írja is magáról, hol nyugalmat, hol izgalmat nyújt neki. A mélypontokban az alkotás az újjászületést, az újjáalakulást jelenti. A Sárospataki Művész kiállítása augusztus 19-ig látható a Sátoraljaújhelyi Könyvtárban. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. 25 éves holland kapcsolatot ünnepelnek a sátoraljaújhelyiek. Viszmajor alapból állítottak helyre több útbeszakadást is Sárospatakon. 13. éve töretlen a Tolcsvai Borfesztivál népszerűsége. Kedves nézőink, Önök az M-Tén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Kísérekkel legközelebb szerda este 2 órakor várjuk Önöket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!